Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség az elnöki kegyelmet kapott K. Endre újabb ügyét, amelyben az egykori igazgatóhelyettes korábbi vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik áldozatot. A szakértők nem zárják ki, hogy emiatt akár újra börtönbe kerülhet a férfi. K. Endrét újságírók próbálták kérdezni, de nem válaszolt, sőt, egyikük autójával össze is koccant. K. Endre autóját követte Bicskén a Gulyás Ágyú média stábja, amikor a férfi feltehetően nem szándékosan beletolatott a stáb autójába. Úristen! Nekünk jön! Nekünk jön! A riporter kérdezni szerette volna a kegyelmet kapott korábbi igazgató helyettest. Jó napot kívánok! Nem gondolja, hogy válaszokkal tartozik? K. Endre nem szállt ki az autóból, viszont megérkezett egy férfi, aki családi barátnak mondta magát. Agresszíven viselkedett és rendőrhívásával fenyegetőzött. Ilyen szélhámos banda, meddig nem ütöm? Igen, ez a kizágok is pofikának. Végül megérkeztek a rendőrök, aztán K. Endre is kiszállt az autóból, de nyilatkozni nem akart. Szép napot, Endre. Jó, köszönöm szépen. Ez pedig már a házon kívül felvétele, amelyben K. Endre felkereste az egyik bicskei áldozatot, akit megpróbált rávenni arra, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének ártatlanságát videón bizonygassa. A felvételt a budapesti rendőrfőkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. Hag Péter szerint K. Endre valószínűleg perújítást akart kezdeményezni, amelynek egy speciális esete, ha az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel. Csak hogy ennek a hamis tanúvallomásnak az alapján csak akkor lehetne perújítást elrendelni, hogyha a hamis tanút, ebben az esetben a zaklatás áldozatát, azt a fiatalembert, akit ő megkeresett, azt a bíróság elítéli hamis tanúzás miatt. Tehát a K. Endre terve az arra irányulhatott, hogy elindított egy eljárást ez ellen a fiatalember ellen. A fővárosi bíróság korábbi elnöke az egyenes beszédben azt mondta, K. Endre sokat ronthatott a helyzetén az akcióval. Ha az lesz a vége ennek, hogy akkor elítélnék, akkor mint különös visszaesőt egy emelt büntetési tétel keret között kell megítélni az ő büntetését. Az előbb mondtam, hogy 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett ez a hamis tanúzás, a rábírás bűncselekménye. Az annyit jelent, hogy 4,5 éves felső határ van. A DK vizsgálatot követel a Felcsúti Foci Akadémián lévő gyermekek védelmében. A párt szerint ugyanis K. Endrének jó kapcsolatai voltak Felcsúton, és ő vitte a gyerekeket focizni. A Felcsúti Foci Akadémia dolgozói nem észlelték, hogy egy szexuálisan bántalmazott gyermek focizik az akadémián, mi több. Szabad bejárást engedtek a pedofil segítő K. Endrének, akkor ki kell vizsgálni, hogy biztonságban voltak-e, és vannak-e a gyerekek a Felcsúti Foci Akadémián. A korábban szintén bántalmazott Pop Mert Julián a Népszavának azt mondta, akkor érezte, hogy le kell állítani az igazgatót, amikor egy másik bántalmazott fiú öngyilkos lett. 2016-ban ezért tett feljelentést a pedofil igazgató miatt. A lapnak részletesen elmesélte, számukra Bicskén V. János az igazgató volt a mindenható.